Hogy kell beköszönni, Bence? Tudod, olyan szúlyozol is. Jó napot kívánok minden kedves sportrajongónak! Itt vagyunk a fantasztikus Jasparida versenypályán, az világbajnoki rallycross VB világbajnoki rallycross VB első futamán, és engedjétek meg, hogy beszélgessünk egy kicsit Szabó Krisztiánnal, a magyar őstehetséggel, aki most mutatja meg igazán oroszlán körmeit, és amikor a magyar turul odaszarik a norvégok asztalára, akkor majd meglátjátok, hogy mitől döglik a légy, ki az a Bakker út, ki az a Hansen. Így kell? Na hát akkor ez megvolt, nem? Na, vicce félretéve, megérkeztünk ide, hát túl vagyunk már az edzésen, ahol hát azért Krisz azért beforgott egyszer-kétszer állítólag azért, mert esőgumi próbálgatta a pályát. Megnézzük az ifjú magyar tehetséget, a Titánt, aki még alig két napja még velünk itt a gin tonicot a medencében, hogy mi a helyzet, mi a szitu. Itt van velünk Ivett. Hello! A csapatangyal, hogy csak így fejezzem ki magam. Ő az, aki a PR és média megjelenését menedzseli a srácnak, hogyha éppen nincsen velünk. Mert ha velünk van, akkor mi ezt intézzük elég rendesen. De hát meglátjuk, hogy mi lesz most. Mit csinál még bent a fiú? Telemetri elemzés zajlik a versenymérnökével, illetve a másik két versenyző sráccal, akivel egy csapatban van, ugye András Bekerud, illetve Liam Doran. Úgyhogy most elemzik, hogy mi történt a szabad edzésen, mint tudnak javítani a kvalikon. Ki az a Bekerud, és ugye a Liam Doran, öreg Dorannek a fia, ő egy eléggé, hát hogy is mondjam, egy ilyen elszállt srác. Nem gondolkodik ő sokat. Úgyhogy van esély, mindenképpen van esély, bár a mezőn nagyon nehéz, kedves Bence és kedves nézők. Szújó Zoltán voltam, most pedig eszek egy-két pogácsát, és jó megtömöm a zsebemet szendvicssel. Ez a tiéd? Igen. Ilyen? School Rider. Aha. Csak az eredeti pista. De minek? School Rider, ilyen kis elrany izével, hagyjad már. School Rider. Nem az aligátor. Hát ez a, nézd meg, hát az aligátor. Bézi! Gyerekkoromban volt egyszer az 5-es buszon, hogy a kisebbségi anyuka a gyerekével ütek. Hát a jószág. Nem az, hogy az ugrikai jószág, nekünk az volt, hogy ne sír, kapolj gyikos pólót. Ennyi. Ennyi. Ne gyalogázz az üveget, mert megbasz a bácsi. Igen, az volt a kedvencem, hogy 4-es 6-osan mentem, és felszett 3-4 roma gyerek, és az egyik angolsan mondta: jegyeket, bérleteket! Órákat, ékszereket! Na, realizáld magad légy! PC műsorunkat láthatjátok már meg. Miután kiderült, hogy annyira nem nagyon forgathatjuk a pályát, ezért hát ott van. Mindenki arra néz, csak ti nem. Képzeljétek el, a fehér autó mögött áll, mindjárt megy a Krisztián a practice-ra. Így van. Edzői. Viszont... Rájtál speedzone matricával. Így. Tibi. Ne rosszak. Visszafordultam. Tibi 4000 euró. Viszont van egy nagyon szexuális pályarajzunk, amin egy pár dolgot el tudunk nektek magyarázni, hogy az idei első futam a Rallycross világbajnokságon, ami egy új pályán zajlik itt Abu Dhabiban, az pontosan hogyan is áll össze. Itt láthatóak, ezek lennének a versenyautók, hát ennyi soha nem fog egyszer rajtrácson állni. Itt ülünk mink. Ott ülünk fönt, itt van a média. Elrajtolnak egyenesen, ahogy a Forma 1-es pálya nyomvonalra is jön egyébként ebbe a kanyarba, csak itt látszik, hogy nekünk meg kell csinálnunk egy ilyen komolyabb sikán. Egy erős visszafordító után... Egy nagyon tempós féktáv. Egy újabb sikán, ezt a két kanyart pedig nagyon érdekes módon próbálják a legtöbb ügyes versenyző jókezőek összekötni egy kanyarra, tehát nem kétszer fordulnak, hanem itt ráhúznak egy kis kéziféket, és meghúzzák a két kanyart minimális csúszással egy íven. Ezek a sárga részek lennének egyébként a murvás szakaszok, de hát sajnos ez nem adta ki, mert itt az is beton. Maximum az a por, ami egyébként az egész pályára jellemző, azt található rajta. Eljutunk ide a hátsó, felső, egyébként itt van egy emelkedő, a felső visszafordítóhoz, majd lefelé jövet van a döntési kényszer, hogy mész egyenesen az ugratón, és vagy egy ízben elmész a Joker le. A Joker, aminél a két pirossal jelzett pöttynél van az új, és ezt sem mutathatjuk meg, az új belső rázókő, aminek érdekessége az, hogy a legbelső pontja az több mint 35 centi magasan van, ami még ezekkel a kocsikkal is, igen, ami még ezekkel a kocsikkal is elég harcos, tehát hogyha azt eltalálod úgy düböl, az könnyen felboríthatja a versenyautót, ahogy történt is ez egyébként, amikor a pálya inspekció zajlott, nyilván nem ilyen szuperkárokkal zajlott, hanem RX2-es kocsikkal, kisebbekkel, de abból egy ráesett az orcájára az ugratóról, egy pedig felkult. Hát vagy beleállsz itt szembe ebbe a gumifalba. Igen. Itt valahol. Na most itt van fent egy úgynevezett murvás rész, ami hát nem az, csak ilyen zúzott kavics van az eletével, nagyon szar.
arra jó, hogy felhordjon még több port a pályára, ami amúgy is eléggé csúszik, és egyáltalán nem volt felgumizva, hogy ezt most csinálják. Amit még érdekességként észrevettünk, és rájöttünk az okára, hogy nagyon sokan, bizonyos körökben, nagyon sokan... Most jön Krisz, nézzük! Most jön Krisz, hát el tud rajtolni remélhetőleg. El tudott. Tudjátok, hogy miért 123-as a rajtszáma? Én tudom. Mert csak az 1-2 meg a harmadik pozíció elfogadható. Igazából akkor 111 kellett volna legyen. Szóval, hogy azt vettük észre... Én tudom, hogy miért egyébként 123. Azért, mert 23-mal versenyzett eddig, de az foglalt volt, és ezért a 123-ot választott. Bence, én jobbat találtam ki. Felnézek rád. Köszönöm. Szóval azt vettük észre, hogy nagyon sokan akár a Jokerről, akár az ugratóból kijövet, elmennek egyenesen a Forma 1-es pályanyomvonalán, és elsőre nem teljesen értettem, hogy ezt miért csinálják, hiszen az akárhonnan nézzük pályaelhagyás. Aztán röviddel ezután ráébredtem, hogy valószínűleg ez az utolsó körnek az edzése, hiszen amikor leintik a futamokat, akkor utána vége a versenynek, és nem kell féktávot venni, amit egyébként nagyjából ebben az évben kell elkezdeni féktávozni, ahhoz, hogy ide be tudjál fordulni. A Jokerről érkezve pedig itt kell fékezni, ide be tudj fordulni. Tehát az utolsó körben, amikor itt a finish line-on, a célvonalnál leintik, akkor mindenki át fog rohanni dübből egyenesen, és azt is gyakorolják, hogy hatodikba hogy lehet szépen elmenni. Na, a csücskös részről meg annyit, hogy amit az előbb láttunk, hogy ugye itt az ugrató önmagában, ez egy híd. Van két kőfal, és van a púp. És ahogy leérnek, egyenesen a mocsokporba érkeznek bele, és ahogy az előbb is Krisztián, meg mondjuk már láttuk, ahogy hívják az orosz gyereket? A Timerzianov. Nem, hanem a másik. A Baciuszka? Az. A tényleg, az litván. De szóval litván, szóval úgy megugrotta, hogy itt elúszott az autó, és éppen csak meg tudta itt valahogy a füvön félig fékezni, hogy beférjen ide, mert ez egy nagyon-nagyon szűk út. Az az átverés, hogy sokkal szűkebb. Ez egy szervizút, ez nem így néz ki, ez fele akkora széles. Igen. Ott két autó egymás mellett nem fog elférni, így is nagyon sokszor a füvön fékezik meg, ami ugye nem teszi jót a féktávnak. Úgyhogy ez az ugrató itt, hogyha ott ketten összeakadnak, nagyon nehezen férnek be, meg így jönnek le róla. Hát. Nagyjából dióhéjban ennyit a pályáról, és hát nagyon sajnáljuk, hogy többet nem mutathatunk. Nyilván azért ez alatt a beszélgetés alatt is pár vágóképet láthattatok, amennyit engedély ez a szakág. Mondjál pár. Tibi, már megint rossz vagy. Nem én voltam. Valaki illegálisra küldte ezt a felvételt. Mit mondjak, Benci? Hogy mire számíthatnak azért a nézők? Mi az, amiket megpróbálunk kerülni? Hát nagyon hát nagy versenyre. Hát egy nagyon nagy versenyre. Kettő, azt kell tudnunk, hogy azért ezt a Rallycross világbajnokságot mondjuk úgy, hogy finoman behálózzák a magyarok. A pálya inspekcióját végző ember az Faluvégi Péter, magyar. A szakágnak a főnöke ugye az FIA-nál, az offroad szakág vezetője, Gyafi Olágy Árfás, aki volt is benne nálunk Racsinzomba, szintén magyar. Itt van Krisztián, eléggé magyar, és ráadásul az egész bajnokság időmérését az elmúlt 4 évben egy magyar cég, a Kronomotor csinálja, és Majosházi Petivel, ennek a tulajdonosával is fogunk, velük is fogunk interjúzni. Tehát gyakorlatilag a bajnokság minden egyes szegletét meg fogjátok ismerni, mert szerencsére a backstage-et forgathatjuk, csak az aktív verseny nem. Úgyhogy egy kicsit megpróbálunk ebben az adásban megmutatni nektek olyanokat, amit egyébként nem láthattok, hogy oké, hogy itt ezeket a 600 dolláros autókat... Krisz, hát ez esőgumikon gyakorol és beleforog még, igen, sajnos. Igen, hát mert úgy, ugye, kicsúszik azért a kezibű. Kicsúszik a kezibű, mert egyrészt poros a pálya, ugye azért gyakorol esőgumin, azért edz esőgumin, hogy a szlikeket tartogassa oda, amikorra már tényleg kell a szlik. Azt azért még mondjuk el a bajnokságról talán, hogy ezt jól érzékelteti az erejét, hogy 10 Európa bajnok van a mezőnybe. Igen. 10. Szóval igen. Ez nem a futottak még, meg a... A 16 regisztrált versenyzőkből. Meg a Grönholmok, meg azért... Nem tudok egy olyat sem mondani, talán egyet. Hát a Norvégot. A Trájt, aki próbálja is már. És még talán a Renault csapatban van egy Derrider nevezetű srác, aki nem akkora név, de hogy egyébként nem merni senki kihúzni. Nagyon erős a mezőny. Tehát, hogy... És hogy Pista elkezdte, hogy miért vigyáznak a gumikra, az alapszabály, hogy 12 darab slicket lehet használni egy hétvégén, és ez a kinti 42 fokos meleg és a 63 fokos aszfalt, az egy nem tesz jót a guminak. Kettő az, hogy nincsen murva, hanem a Pista által is említett zsúzott kavics, azért az zabálja a gumit, és erre az igazándiból sehova nem számító szabad edzések Krisztián azért nem tesz föl slicket, hogy ne fogyjon cserébe vizes gumin, ami túl puha, azon meg nem lehet gyakorolni. Tehát, hogy ez a kecske káposzta esete, de mégis inkább vigyázz a gumikra, mert hogy nagyon sok fog azon múlni, hogy kinek marad majd a döntőre legalább kettő,
de inkább négy új gumia. Én azt gondolom, hogy senkinek nem lesz négy új gumia, de majd megnézzük. Azt mutatja, Bence búcsúzzak, de hát nem búcsúzunk, hiszen csak egy interjú fog következni, úgyhogy nem tudom ki jön, de az jön. Na hát, ahogy kijöttem, ott vagy, mi van testvére? Hogy vagyunk? Hogy vagyunk? El vagyok, köszönöm. Nem, jól vagyok. Élvezem nagyon. Nem minden úgy jött össze, ahogy terveztük, de kicsit rövidebbre sikerült a szabad edzés. Hát ez van, ez így benne van. Figyelj, én azt láttam, ugye, hogy az elején nyilván a poros pálya miatt is, meg a hideggumi, meg amiatt is, hogy esőgumival mentél föl ugye a szabad edzésen, azért keresztbe álltál, meg a végén is itt a Jokernél volt egy olyan sziszegős. Most álltálsz, vagy egyszerűen ennyire spórolni kell a gumit? Nem, hát vizes gumi volt, ahogy, tehát jól láttad, az volt végig az autón. Spórolunk a száraz gumival. A harmadikra mentem volna ki szárazzal, de hát ugye az nem következett be, bár szerencsére senkinek. Úgyhogy most ezzel egy picit hiány, vagy rosszul állunk. Magyarán, hogy nincsen tapasztalatod slickkel? Nincs. És mit mondasz, hogy ugye ezt láttuk, hogy nagyon sok por van a pályán. Aránylag csúszik is a pálya, de Mi az a két-három olyan kritikus hely, hogy vajon egybevág-e azzal, amit mi észrevettünk föntről a PZ-vel? Mit látsz annak? Nem feltétlenül mondanám csúszósnak. A murva rész egy picit csúszósabb, mint gondoltuk, de az aszfalton meg az a baj, hogy nagyon túlságosan tapad, és a rajtnál ez érdekes lesz. Kritikus pont. Számomra az ugrató egy kritikus pont egyelőre, nem úgy érkezek, ahogy szeretnék. Igen, ott láttuk, hogy ott el is úsztak többen, és hogy éppen csak meg nagyon szűk az, amiben beleértek, nem? Vagy az a szervizú? Hát nem csak az, hogy szűk, picit magasra esünk, vagy nem tudom valahogy. Nagy a tempó, aztán úgy magasra esik az autó. Az ugrató előtti, az a felső ilyen visszafordító kanyar, az egy kritikus, illetve ahol először megkördültem, az a sikán vissza a murvára, ez a kettőt találom. Igen, mert az ott egy nagyon erős féktáv alapvetően, és azt láttuk, hogy próbáltad úgy megcsinálni, hogy egy ívből ott kicsit belekézizel, vagy billented az autót, illetve használod-e már azt, amit az Extreme-től tanultál mondjuk egy héttel ezelőtt Finnországban, még mielőtt itt mi megroppantottuk a gin tonicot. Még annyira nem. Nem, még azért kicsit ismerkednem kell a pályával, meg amint mondtam, azért vizes gumival nem úgy működik az autó, ahogy szárazzal fog, de hát most úgy kielemeztük, amit ki kellett, vagy ki lehetett, ettől csak jobb lehet. Mindenesetre Krisz, toljad keresztben, meg ahogy kell. Igyekszem. Ügyes legyél. Sose. Ügyes legyél. Kösz. Krisztián az első kvalifikáció mély elemezőnyben végzett, amiből látszott, hogy tényleg hiányzott a slick gumival való gyakorlás. Amíg a csapatok készültek a második időmérőre, mi szétnéztünk a versenyirányításnál. Na, ahogy ígértem, eljutottunk egy olyan céghez és egy olyan emberhez, aki az egész világbajnokságot méri meg, emellett még nagyon sok mindent, ami ki fog derülni, de ami ebben a legértékesebb, hogy nagyon régen voltam, szinte még sose versenyirányításban, és közben megérkezett mellénk az az ember is, akiben majd szintén fogunk forgatni Falubégi Péter személyében, őről is beszéltem, ő is magyar, ő az, aki a pályainspekciót végzi, tehát neki köszönhető az, hogy egyáltalán itt autóverseny van, de Péter, most megkérjük, hogy még ne szólaljon meg, mert nincs rajta mikroport. Vissza Majosházi Petihez és a Kronomotóhoz, akikről azt kell tudni, és amire én iszonyat büszke vagyok, hogy a laptimingot is ők mérik. Nyilván ez a talán a legmézsörebb, a legkomolyabb mérésük, hogy nekünk mérhetik azt az egy kört. Peti, először is köszönjük szépen, hogy itt lehetünk az versenyirányításban, ami azért egy világbajnoki szériánál nem gyakori, hogy tévéstábot ide beengednek. Mit kell tudni a Kronomotorról, mikor csináltátok meg, hiszen mi azért gyerekkorunk óta ismertük egymást, amikor te még enduro motorversenyzőként adtad elő magadat, én pedig versenyt próbáltam rendezni. Úgy indult a kapcsolatunk, aztán elindultál, én beültem a versenyautóba, te pedig elindultál afelé, hogy átálltál a sötét oldalra, most már én is az FIA személyében, de hogy átálltál arra az oldalra, akik inkább csinálják ezeket a versenyeket. Mit kell tudni a Kronomotorról? Így van, szóval 98-ban én enduroztam, tereprealiztam, ugye ott közösen találkoztunk sokszor, és 98-tól párhuzamosan még egy-két évig versenyeztem is, de már elkezdtük az endurókról szóbét mérni, aztán 2000-től már csak erre kezdtünk figyelni, akkor még mellékállásként, aztán 2006-tól már főállásba elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy egyre több autóversenyt és motorversenynek az időmérését és az információt
informatikai hátterét adjuk. Lépésről lépésre haladtunk egyébként, és 2012 évén volt egy nagy lépés, amikor a Rallycross új promótere egy állandó időmérőt keresett, mi a nyírádi versenyre fókuszáltunk, de aztán az egész szezonra kellett, és ebből az lett, hogy egy nagyon jó együttműködés lett a promóterrel, aki ugye mai napig a sorozat promótere, és itt is lépésről lépésre bővítettük a szolgáltatásokat. Először 4 dobozzal indultunk, abból 2 itt látszik mögöttem, a váza, persze azóta minden kicserélődött benne, és az akkori 4 dobozból most 62-nél tartunk, amit hozunk. Számot hallottátok, ugye? Igen. Tehát ami tényleg egy néhány száz kilós felszerelés volt, az most egy fél kamion és 4,5 tonna, tehát nagyjából ez utazik most a VB-n. Ez persze nem csak az időmérés, hanem a teljes informatikai háttér, tehát az összes csapatnak mi szolgáltatjuk az internetet, a lifetiming adatokat és a TV közvetítésből a képeket is tőlünk kapják, illetve van kamera minden autó fölött, ott ellenőrizzük a szerelők számát, ez egy ilyen biztonság, inkább egy szabályosságot követő kamera. Aztán bővült a rendszer egy nagy FIA kamerarendszerrel, ami ugye a nagy sorozatokban is jelen van, ahol visszajátszással, különböző exportált anyagokkal a bírói döntéseket segítjük. Ez nem a tévéközvetítés, tehát ez 10-től független kamera. Tudjuk használni a tévéközvetítés anyagát is, de ez egy független az Autósportszövetség által felügyelt és általunk üzemeltetett rendszer. Ez gyakorlatilag, bocsáss meg, hogy szabad vágok, ez gyakorlatilag úgy képzeljem el, hogy ezt minden pályára egyedileg feltelepítitek, és ez mint egy videóbíró működik, hogyha kérdéses eset lenne, akkor a felügyelőtestület ezek alapján, a felvételek alapján tud büntetni, vagy nem büntetni. Igen, nem van, hogy eljut ez a felügyelőkig, van, hogy egyből a versenyigazgató már tud dönteni, úgyhogy igen, ez abszolút, ami a nagy versenypályákon egy beépített tartozék, ezt mi mobil módon visszük Európába, egy kis buszba be van építve, ide a tengeren túlra pedig elhozzuk és felépítjük valahol nagy tévék, kameraállványok és mindenféle akkumulátorról üzemeltetett rendszerek. Körbehúztuk itt is az optikai kábelinket, tehát végül azért 3 kilométert kiszaladt itt is, körbe meg a depóba ide-oda, de ugye nagyon jó dolgunk van, mert nagyon sok helyi dolog jól előkészített itt, ugye ez egy nagyon jó infrastruktúrával bíró pálya. Az, hogy nyertek egy 7 éve most már egy rallycross világbajnokságot, az egy csodálatos dolog, de emellett elképesztően sok mást nyertek még. Egy hétvégén, amikor mondjuk egy húzós nyári hétvége van, hány különböző helyszínen van a kronomotor? Tehát általában, ha az egész hétvégét nézzük, akkor olyan 9-10 az a jellemző. Most már nincs olyan, ugye? Igen, most már nincs olyan, hogy 5-nél kevesebb lenne. Tehát ugye a múlt hét már nagyon húzós volt, indult. És mik ezek körülbelül? Hát gyakorlatilag a magyar motorsportban a Dragsteren és a Salakmotoron kívül minden. Most indul a Trial motor, ott ugye nincs szükség időmérésre, tehát ott nem, de egyébként gyakorlatilag az összes magyar bajnokságot lefedjük. Van, ahol egy partnerrel dolgozunk együtt, például a Rallyban, ott nem mi vagyunk csak az eredményszolgáltatók, mi csak az időt mérjük, de különböző sportágak, különböző, de autosport ez a lényeg. És aztán vannak most már a Rallycross VB miatt külföldi szerződéseink is, tehát az angol bajnokságot csináljuk, az osztrák bajnokságot, Dániában van egy pályával egy 4 futamos szerződésünk, és most már is aláírtuk, úgyhogy meséltek róla, hogy az amerikai Rallycross bajnokságot is csináljuk, amiben itt ugye a promoternek van köze az egészhez. Tehát éppen most, ha innen hazamegyünk, akkor azonnal újabb dobozokat építünk, és pakoljuk gyorsan, mert minden megy az USA-ba egy teljes szezonra. Én Instán követlek, és nagyon szép képeket szoktam látni, hogy a céggel éppen merre jártok. Számolod-e még, hogy egy évben mennyit utazol, mennyit vagy külföldön, és hány szállodai szobában töltött éjszakád van? Nem, ezt nem merem, mert véletlen meglátna a feleségem azt a számot, akkor ebből nem is lenne baj, hiszen ő pontosan tudja, mert ebben ismerkedtünk, meg ebben dolgozunk, illetve nagyon jó kollégáim vannak, úgyhogy nem kell nekem mindenhova, minden pillanatban oda menni. A helyszíneket azért általában nem hagyom ki, de már nem vagyok itt az elejétől a végéig. Tehát lesz olyan idén is, hogy én csak megérkezem egy kritikusabb telepítési időszakba, a verseny első napját megnézem, hogy minden rendben van, beszélek azzal, akivel kell, de már a menetrend az ment szépen, mert szuper emberek állnak mellettem, mögöttem, úgyhogy ők csinálják ezt. Hova tud kifutni ez a biznisz? Mi az, amit látsz benne fejlődésben például még? Vagy mi az, amit szeretnétek elérni? Igazából mi azt szeretném, hogy minden stabilan és egyszerűbben telepíthető módon menjen, tehát sokat foglalkozunk azzal, hogy a pályákon állandó rendszereket hagyjunk, kábelezést, ilyesmit. Több sorozatot igazából nem szeretnék csinálni ebben a pillanatban. A most meglévő csapatunkkal ügyesen szeretnénk ezeket kiszolgálni. Persze mindig van a tartsunkban egy újabb fejlesztési ötlet. Tehát egy lépéssel azért mindig előre tudunk járni, hogyha bármikor arra kerülne a sor, hogy na, még merre tud ez menni, vagy van esetleg valahol egy kis pénz, vagy egy támogató szeretne valami spéci dolgot megmérni. Ilyen volt egyébként korábban a Monsternek a reakcióidő mérő versenye. Amikor a reakcióidőt tudtuk megmérni, ezt nem lehetett volna más, hogy a szabad szemmel nem látszik, hanem
hanem az kellett egy mérőrendszert csinálni, és ebből aztán profitált a sport is, mert mérjük a reakcióidőt, ez benne volt az adatlapokban, a mérnökök elemezhettek, hogy egyre több mérnök van a depóban, egyre jobban szeretnek elemezni, minél több adatot tudunk adni, annál jobb a dolog. Szóval így van, ami promóciós oldalon megy, van, ami sportszakmai oldalon. Most egyébként egy új beállító pálcát fejlesztettünk, ami egy ilyen ledes módon segíti a beállást, illetve nagyon dolgozunk a ledes pályabíró rendszeren, hogy a bírókat biztonságosabb pozícióba hátrébb lehessen hozni bizonyos pontokról, viszont a versenyzők meg lássák nagyon jól a jelzést, mert hát első a biztonság, ugye ez az Autosport Szövetségnek is, az FIA-nak is a filozófiája, meg azonnal az élet is ezt mutatja, hogy autózunk, versenyezzünk keményen, de ezt a lehető legbiztonságosabban csináljuk, és ehhez mi is tudunk hozzáadni egy-egy technikai részletet. Milyen pontossággal tudtok mérni, és volt-e már olyan, vagy van-e olyan, hogy esetleg hiba csúszik a számításban, ami gondolom nem megengedhető egy világbajnoki szériában? Hát számításban nem csúszhat hiba, olyan előfordulhat, hogy a fő rendszerből esetleg nem jön az a jel, amit mi elvárunk. Például most a szabad edzésen is volt két autó, akinek nem működik az időmérő jeladója. De az transponder probléma. Az transponder probléma, de nem mutat jól a tévén semmiképp, ha ilyen van, oké, hogy ez a versenyzőnek részben a felelőssége, de a végeredményt ez nem befolyásolhatja, tehát a célvonalon van fotocellánk, a döntőben, középdöntőben van célfotókameránk, mert ott akkor az dönthet. Tehát a rallycross ugye időre megy a kvalifikáció, de a semifinal és a final az már csak pozícióra megy. Tehát ott, ha nincs időmérés, akkor is meg kell tudjuk mondani, hogy ki nyert, és az működik enélkül is. Vannak metódusaink, hogy mik a egy hiba esetén mi a teendő. Mindig van B és C megoldás. Hát ez igaz egy otthoni motocross versenyre is, meg minden ilyesmire. Újra futott futam nincs, tehát nincs olyan, hogy figyeljetek, menjetek már még egyet. Vagy most mindenki álljon meg a pályán, attól van, és akkor most jó, most mehet újra. Szóval ilyen nincs, de persze előfordul a földön a fotocella, elvágják a kábelt, nincs transponder, tehát hogy bármi ilyes megeshet, ugye egy jó nagy zuhé is azért tud meglepetést okozni, vagy ha belecsap a villám a közelbe, ugye ilyen is volt egyszer, a lajtlámpánk az majdnem tönkrement Argentinába, arról elég szörnyű felvételeink vannak. Úgyhogy persze bármi megtörténhet, a nemzetközi logisztika is okoz meglepetéseket azért, Amerikában más méretű a papír, más a frekvencia, mások a dugók, itt csak egy fiók, az tele van a külföldi dugókkal, hogy miket kell bedugnunk, és Dél-Afrikában teljesen más, mint Argentinában, ami nem stimmel se az angolla, meg semmivel, plusz még együtt dolgozunk ugye nemzetközi csapatokkal, tehát nem tudod, hogy az angol csapatnál ott biztos angol dugó van a tévén, az amerikai versenyigazgató meg ide jön, és ő neki persze, hogy 110 voltos és ilyen kis penge dugója van, tehát hogy még ha fel is készülsz, akkor sem tudod, hogy épp milyen csapat jön. Ezzel már együtt élünk és lazán kezeljük egyébként, mert hát ez egyébként motivál is itt mindenkit, hogy is van ez, de ezekre mind készülni kell, és megmondom, hogy egy csomó olyan dolog előjött, amire nem készültünk otthon, vagy nem számítottunk rá. Hát de 7 év alatt ezt ki lehetett már tanulni. Persze. Egyelőre ez volt akkor a részkontroll, a versenyirányítás, ez volt Majos és a Kronomoto, most pedig lépjünk tovább, és megpróbáljuk megtalálni azt a Faluvégi Pétert, aki előbb még itt volt a képen, csak most eltűnt, de majd mindjárt előszedem valahonnan. A nagy keresgélés közben lezállott a Q2 is, ahol Chris nagyjából a 10. helyen végzett, úgyhogy némi csalódottsággal zártuk a pénteki napot. Mi pedig úgy döntöttünk, hogy hagyunk mindenkit készülni a szombatra. Támogatónk az MKB Eurolízi. Számolhat velünk. A műsor támogatója a Petronas motorolajok kiemelt forgalmazója, az olajshop.hu. Steelvent, a magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője. A műsor támogatója az Invention Factory Development Kft. A műsor támogatója a Perizsia Consulting Kft. Faluvégi Péterrel már találkozhattatok az egyik korábbi adásunkban. Most azonban újra itt vagy, Péter, hogyha tegezhetlek, mert azt hiszem, hogy ezen már túl vagyunk. Természetes. Peti, mondd el, hogy milyen tisztet töltesz-e be, mi itt a dolgod, és mi itt az a feladat, ami miatt tulajdonképpen megkerülhetetlenek vagyunk mi magyarok itt ezen az egész rendezvényen. Hát a magyarok általában azért nem megkerülhetetlenek, de mi azért megtaláljuk a megfelelő módot, hogy mindenütt ott legyünk. Én hivatalosan az FIA pályabizottságának pályainspektora vagyok. Ez azt jelenti, hogy jó esetben a pályatervezés első pillanatától kezdve a
útvonal kialakítás, nyomvonal kialakítás, biztonsági berendezések, és hát általában a pálya megfelelő előírásainak az összehangolása ez a feladat. Én az autocross és rallycross pályákat én speciálom, ahogy szoktuk mondani. Ez azt jelenti, hogy ezeken a pályákon kell megjelenni, és hát én vagyok az az ember, akit nem annyira szeretnek, mert kénytelen vagyok azt mondani, hogy sajnos ide még kell egy kis gumifal, meg egy kis szalagkorlát, betonoszlop, stb. Ezért aztán nem olyan egyszerű azért ez a dolog. Azért mondom, hogy jó esetben, mert kevésbé jó esetben egy már létező pályát kell átalakítani valamilyen másik módon. Itt például itt vagyunk. A Abu Dhabiban meg egy gyönyörű Form 1-es pálya, de hát ugye legkevésbé alkalmas rallycrossra. Úgyhogy egy olyan helyzetet kellett találni, egy olyan megoldást, a pályán egy olyan helyet, és egyáltalán a pálya környezetében egy olyan felépítményt, ami megfelel a rallycross előírásoknak, elmellőzve a részleteket, hogy milyen hosszúnak kell lennie, mekkora széles a rajtvonaltól milyen távolságra kell lenni az első kanyarnak, milyen védelmi berendezések kellenek, stb. Stb. Nos, itt egy igazándiból komoly problémát az ugrató jelentette. Mi volt vele a baj? Amit alapvetően én azt gondolom, hogy talán az első indítatásban egy picit félreértettek, és egy kicsit túl nagyra sikerült az ugrató. Ez azt jelenti, hogy a szöge volt rossz, vagy messzire repültek a pilóták, vagy dőlt, vagy veszélyes volt lefelhajtani rá? Ez egy hosszabb és bonyolultabb folyamat, amit nem szeretnék igazándiból elmagyarázni, nem azért, nem csak nem akarom senkinek az idejét nyúzni. Tehát ugye ez egy működő pálya, aminek különböző lejtései vannak. Tehát különböző szintkülönbségek vannak. Amit ha itt most itt állsz, nem látod. De abban a pillanatban, amikor a tervező kezébe kerül, akkor kiderül, hogy 1 méter szintkülönbség van mondjuk az ugrató két oldala között. Ami mondjuk landolásnál egyáltalán nem mindegy, hogy egy kerékre érkezik az autó, vagy két kerékre, és hogy párhuzamos-e, vagy illetve merőleges-e, párhuzamosan lehet átmenni, és merőleges maga az ugrató. Egyébként egy picit magasra sikerült, tehát amikor így megálltam az ugrató aljánál, és megnéztem a tetejét, akkor nem láttam át a túloldalra, tehát egy picit nagyra sikerült. Igen, ezzel amúgy egybevág az, amit a Krisztián mondott az imént, alig 10 perce beszéltünk vele, hogy bizony neki a leérkezés sokszor fáj, hogy azért nagyot üt, hiába van a rugás, vagy az ütéselnyelő szivacs ugye az ülés alatt, hogy az egy kicsit azért tényleg csücskös lett, még így is, hogy már átcsinálták. Amikor egyedül megyünk mondjuk ralliban, ugye mondjuk Finnországban vagy Svédországban, ahol jellemzően sok ugrató van, akkor azért könnyebb a helyzet, mert fölírják és hát úgy mennek. Itt azt nem szabad elfelejteni az autocross rallycross esetében, hogy egyszerre legalább 5-6-an vagyunk a pályán, és azok az autók egymás között is versenyeznek. Tehát nem lehet olyan helyzetet teremteni, mintha csak egyedül lenne a pályán. Arra is mindig gondolni kell, hogy egyik autó véletlenül, nagy Isten szándékosan neki ütközik a másiknak, ezért kell a lehető legtisztább helyzetet kialakítani. Nagyon sokan az úgynevezett, ezt mondják, hogy tabletop, tehát lapos tetejű ugratót kedvelik, azért, mert van a tetején egy olyan egyenes része, onnan el lehet menni, és utána le lehet érkezni. Én személyesen, nekem ez biztonsági szempontból nem, gyakorlatilag mindegy, egyetlen egy fontos van, hogy a leérkezés az olyan szögben történjen, hogy az autó ne menjen tönkre nyilvánvalóan, tehát hogy ne az orra érkezzen le először, és hát ne bontsa le a teljes elejét. Na hát Faluvégi Pétert most elengedjük, mert hamarosan kezdődnek a kvalifikációk, amiket ugye te is, meg mi is látni akarunk. Nagyon szépen köszönjük, Peti, örülünk, hogy öregbíted Magyarország hírnevét itt is. Minden jót kívánok mindenkinek. A Q3 rengeteg izgalommal járt, volt felborult autó és bemozdulásnak tűnő rajt is. Hogy nem, itt a futam közben lejött hozzánk a Majos Peti, ugye az olimpiai. Akit már láttatok egyébként itt. Peti, az hogy van, hogy ugye láttuk, hogy a Hansen bemozdult most, két autó bemozdult a Wrightnál.
ilyenkor őket kizárják, vagy miért nem, miért nincs piros lámpa, vagy mi van? A rallycross egy ilyen speciális sport, mert itt azonnal a rajtrendszer reagál a beutatásra, tehát nem utólag vizsgálják ezt és adnak büntetést. Ezt onnan tudod, hogy ti fejlesztettek. Igen, ez a rendszer, ez sümegről érkezett, és aztán fejlesztettük tovább, most ez reakcióidőt mér, és minden ilyesmi benne van. Ez azt tudja, hogy 10 centi ráhatnak a versenyzők a pálcától, 10 centi plusz-minusz 2, és ennyi szabad mozgásterük van. Tehát ha valaki bemozdul ezen belül, az az ő dolga. Egy pálcát ha eldönt, akkor a rendszer jelez, és korai rajtra fut az egész rendszer, és nem jön a zöld. Tehát, hogy ez azonnal kiderül, ilyenkor új rajt jön, és aki korai rajtot csinált, annak dupla jokert kell csinálnia. Azért az... Meg én sem tudtam, azért az torok. Igen, és aztán van olyan, hogy kétszer ugyanazt csinál fosztartot, ilyen az elmúlt 6 évben kétszer fordult elő, azt kizárják az adott futamról. De az nagyon ritka, ahhoz azért vagy műszaki hibád van, mert azért lehet olyan, amikor egyes berakják a váltót, ugye úrik egy nagyot az autó, bár azt előtte meg szokták csinálni. Szerencsejátékra meg nincs mód, mert a rendszer véletlenszerűen adja a rajtidőt, tényleg. Azt ti indítjátok egyéb, vagy a versenyt is ti indítjátok? Egyetlen egy gomb van, tehát egy gomb van a rajter kezében, amikor lement biztonságos helyre az összes bíró, ugye a rajtbeállító és mindenki, akkor rányom erre a gombra, akkor jön egy ready to race lámpa, az egy sárga lámpa, az pontosan 4 másodpercig van fönn, és amikor a 4 másodperc eltelt, akkor utána minimum másfél eltelik, de 3,5 a maximum. E közé dobja a rendszer egy véletlen számgyerekből a rajtidőt. Ugye a másfél azért kell, hogy az állások és minden föl tudjon készülni, ugye a rajtrendszerek, ehhez annyira nem értünk, bár a csapatokkal sokat egyeztettünk arról, hogy melyik a legideálisabb idő, ami a legjobb erre, és akkor másfél és 3,5 között tényleg véletlenszerűen jön, tehát nem tudják kiszámolni azt, hogy itt mindig a Józsi bácsi rajtoltat, és ő mindig, akkor lement a bíró, számol 2-t és nyom, mert régen volt ilyen, kiszámolták, rajtoltak olyanokat, hogy így ez most már 5 éve így van. Úgyhogy a reakcióidőre kíváncsi lennék, azt hiszem, hogy az rajta lesz a megfelelő dokumentum, vagy az azt majd elkérjük. Köszönjük szépen! A kvalifikációk során aztán beigazolódott az is, amiről Bézével beszéltünk a pénteki időmérők során. Hát annyi történt, hogy a Bakkerud az valószínűleg azt gondolta, hogy tegnap is ugye láttuk, hogy az egyik Liós lelassított, hogy leintették a futamot. Ebben a stressz helyzetben nem mindig látod a kockázászlót. És annyi történt, hogy ő valószínűleg úgy érzékelt az ugratós részről, hogy megy előre, amit ugye megmondtak, hogy nem a pályán kell befejezni a versenyt, itt most kijött a hiba. Igen. Tehát innen üdvözlöm a versenyigazgatót, hogy nagyon nagy döntés volt elmagyarázni nekik, hogy menjenek nyugodtan a pályán kívülre, mert pont most az történt, nem tudják számolni ezt a négy nem számolták, nem volt leintve, és ugye a Hansen jött a Joker, hogy szeretett volna folytatni a versenyt, és a Bakkerud meg elment egyenesen, mert azt mondta, hogy célban. Telibe verte. És irgalmatlanul telibe verte oldalról, nyilván az Audi ott is maradt. Hát már most megnézheted, hogy néz ki a Peugeot. Hát itt eljön alatt. Ez nagyon durva ütközés volt. És azonnal bebizonyosodott. És hát Sántit is nézd meg, Bakkerud. Figyelj, én azt gondolom, hogy ez a kocsi nem megy tovább. Tehát ott futómű sincs, azt gondolom, hogy motorváltó sem. De ilyenkor, de nincsen, vagy... Szóval mennyire lehet? Plusz még egy, hogy ott hagyta az autót azon a ponton, mert nem tudott vele mit csinálni, ahova ugye kirohannak a célbafutásnál. Tehát még egy veszélyforrás képződött. Muszáj vagyunk megnézni még egyszer, mert ez akkora baj volt. Itt megy el a Jokerre ugye majd. Az meg ott jön telibe. Így van, és most fog ugrani majd a Bakkerud. Hú, de szépen fogjuk innen látni a magasból. Szúbazlány! Nem, be se akart fordulni. Tehát, hogy ő elment a célba. A Bakkerud. Igen. És visszajött Hansen az első helyre. Óriási. Fú, öregem. De fék nélkül. Nagyon szép. Ez fék nélkül. Mit mondtam tegnap? Ezt szóról, hogy ebből ilyen baj ez lehet. Ez is van. És az a baj, hogyha megsérült a cső, már pedig az eléggé kis fibe van, és az pont a sofőr oldal. Ja, az bárhol, ha sérül a cső, az semmi. De nem, de az még fájhatott is neki, érted? Biztos, hogy ő is kapott. És az a baj, hogyha sérül a cső, az bármilyen FIA rendezvényen, ha hiába nyerte meg, akkor azt nem lehet cserélni itt, és akkor neki nincs tovább. Lány
hát a mögöttem egyébként a Hansenfield, aki előbb balesetet szenvedett, és ugye most már kijelenthetjük és tudjuk is, hogy az autóval nem fog tudni indulni se a Q4-ben, se az utána lévő versenyeken. Ugye az autónak pont az és a bukocsinak az a feladata, hogy egy ilyen komoly ütközés, amit gondolom meg is mutatok a képernyőn, megvédje a versenyzőt az autóban, megvédje minden tekintetben. Itt áll két lábon, látható, hogy nagyon nagy volt a találkozás a két autóval, de ezt követően az autó, az FIA technikai bizottsága nem engedi rajthoz állni, pontosan azért, mert hogyha még egy ilyen ütközés történik, akkor már az autónak a bukóketrece nem végzi el jól a feladatát. A Spotter Towerben vagyunk, ami egy különlegesség a rallycrossban van, vagy az autóversenyek közül, ahol megtalálható. Tehát az a lényege, hogy itt a csapattagok, akik mögöttem vannak, és az ők dedikált csapattagok, tehát őket le kell adniuk előre, hogy kik lehetnek itt fönt, segítik a versenyzőket a verseny alatt, hogy mikor jöjjenek ki a Jokerra, mikor és hogy hagyják végre a Joker. Ez egy nagyon-nagyon taktikus és egy fontos lépés eleme a versenynek. Egyrészt a Joker körön lehet úgy előzni, hogy nem kell testesteni, harcot végezni. Másrészt pedig adott esetben, hogyha lassabb versenyző van előtte egy rajtot követően, akkor érdemes kimenni a Jokerra, és rögtön egy gyors futamot menni. Ez természetesen mind a qualifying hitsekre igaz, és a semifinalon és a finalon pedig nem. Itt a csapattagok nézik az időket, mindenkinek van különböző stopperek a kezükbe, és nézik a kijelzőn is, hogy milyen időket futnak, és ki tudják számolni azt, hogy elég-e az a különbség, ami a mögöttük lévő autó előtt van a versenyzőnek, hogy vissza tud elé jönni, illetve taktikai tanácsokat tudnak adni, természetesen rádió kapcsolaton keresztül. Ugye előfordul az is most a Timi Hansennel történt meg, hogy nem volt rádiója a verseny alatt. Egyébként a versenyzők önmaguk is dönthetnek, ez csak egy segítség, általában igénybe is veszik, de ha előfordul valamilyen technikai hiba, akkor ők maguknak kell dönteni azt, hogy a verseny alatt mely körben jönnek ki a Jokerre. Krisztián a Q3-ra rendesen összeszedte magát, és a pénteki 10. helyek után a 3. időmérő 2., a 4. pedig a 3. helyet szerezte meg, ezzel a 6. helyen jutott az elődöntőbe. Ugye Hansen 4, az 2. sor. Jó vagy? Nagyokat ugrottál, nagyon? Egyszer nagyon. Azt láttam. Azt láttuk föntről. Akkor esett le az izé, akkor esett le valami a kocsiról? Nem tudom, leesett valami a kocsiról. Utolsó előtti körbe. Az. Az végén már azért ugrottál kicsit. Roppant a hátad? Hallottam a ropogást végig a gerincembe. Tényleg? Mert azt mondtad ugye tegnap, hogy elég kemény az ugrató. Nem is egy ugrató, hanem egy leugrató. Most még keményebb lett, szerintem lett egy gödör. És abban megérkeztem így, tudod, és akkor trrr, és hallottam a nyakamba végig, itt a hátamba. Kicsit ettől félek. Gyere, segítek, viszem neked. Figyelj, most ha minden jó, akkor második sor, már pedig úgy néz ki, hogy jó, mert ugye Hansen nincs. Gájra ment az autója, azt tudod? Elgörbült a cső. Hát az lesz egy beszélgetése neki valószínűleg a Bakeruddal. Lesz nekik. Hát meg... Igazából nem tudom, hogy ki volt a hibása. Bakerud ezt nagyon benézte. Azt hitte, hogy utolsó kör. De ő volt a hibás. De a körön lévőnek van elsőbsége, tehát hogy hát... ha akarta, akkor kit kiengedhette volna oda, a Hansennek kell figyelni, hisz, hogy jön Jokerről. Hát ezt majd eldöntik a stewardok. Persze, nyilván, azért vannak. Jó, hogy érzed magad? Azért már egy kicsit jobban, hogy is mondjam, tegnap egy kicsit zselés voltál a nap végére, de azért most már úgy látom, hogy összekaptad magad. Kicsit az, most viszonylag jól érzem magam, ez a gerinc dolog nem hiányzott most. Tehát majd valamit, lehet, hogy följebb emeljük az autót, vagy nem, muszáj lesz egy picit belefékeznem. Mikor mentél új gumival, meg futamba? Ma nem mentem, a varmakra felraktunk két új gumit bekoptatni. Mondhatni, hogy az előzőben, a Q3-ban volt két új gumi az autón. Ugye most a második sorból fogsz indulni, valószínűleg a jobbik oldalról. Látom, hogy gyakoroltad a rajtot. Mit gondolsz, mivel van baj? Egy kicsit a reakcióidőd, vagy még hosszú a rajt procedúra neked ezzel a kocsival? Nem, most a reakcióidővel volt baj, illetve meg kell találni ezért a jó rajtbeállítást. Nekem kell még gyakorolni, nyilván az autó tudja. Jó van, mindjárt kitaláljuk. Figyelj, rajtad vagyunk, pihenjél, nyújtsa egyet. Köszönöm. Hogyha meg kell ropogtatni a hátad, akkor szívesen beletérdelek. Jó. Jó legyen, szia. I think today's day... Úgy sejtem, hogy a mai nappal elégedett lehetsz. Krisztián jól teljesített, 6. vagy 5. helyen vagyunk Hansen kiesésével. Mit gondolsz erről? Majd őtik vele.
Ja, tökéletes. A kocsi jó állapotban van, Chris megtalálta a formáját. Persze ne feledd, hogy ez az első világbajnoki futama. Szóval minden új neki, bele kell jönnie, meg kell ismernie mindent a nagy cirkuszban, de úgy gondolom, hogy eddig remek. Sokat dolgoztatok az autón, kicsit felkeményítettétek a futóművet, leültettétek, de hallom, hogy Chrisnek gondja volt a hátfájással. Hogyan kezelitek már ezt a problémát a jövőben? Tudod, én mindig azt mondom, hogy a pályán meg kell halnod. De viccet félretéve, a bajnokság egészét nézzük, sokféle kanyart kell megtenned, minden a kompromisszumokról szól. Mi illik a pilótához, és mi a gyors? Valahol a kettő között kell lennie a valóságnak. Volt már pár apró probléma a célvonal körül. Ugye Backerud kiütötte Hansen, és folyamatosan megy a vita arról, hogy forduljanak el az utolsó körön, vagy hagyják menni a pilótákat. Szerinted spotter hiba vezetett a balesethez, vagy? Tudod, egy verseny alatt nehéz azt megmondani, hogy egy hiba volt. Egy kicsit minden közre játszik. Úgy gondolom, hogy a tempó egy kicsit optimista volt. Ugyanakkor Hansen a Joker körről jött, így neki még így is helyet kellett volna hagynia. Szóval ez egy trükkös helyzet. Na igen, biztosan el fognak beszélgetni a felügyelőkkel. Szerintem mindkettőnek jobban kellett volna figyelnie, akkor ez nem történt volna. Így biztos, hogy egyikük sem fordult volna el ott. Ha két férfi el akar fordulni egy kanyarban, ahol 50 a tempó, de ők megpróbálják 80, 90 vagy 100-zal, akkor érted, bármi lehet. Na igen, sajnos ez azt eredményezte, hogy két autó kiesett, és hát Hansen hát nem volt boldog ettől, hiszen a bukócső is megsérült, és nem folytathatja. Tudod, az úgy van, hogy nem mindig a leggyorsabb győz, inkább a legokosabb. És néha el kell engedned egy kanyart, eldobnod 2-3 tizedet, hogy nyerj a végén. Ez a motorsport, ez így megy. Persze ezzel nem azt mondom, hogy ez rendben volt, senki nem szerette volna ezt látni, hogy két remek pilóta így jár. Látni akarták őket menni, de a másik oldalon meg ez ilyen. Amíg Chrisék az elődöntőre készültek, mi megkerestük Olaj Gyárfást, az Offroad Szakág FIA küldöttségének vezetőjét, hogy meséljen még az itteni dolgokról. Olaj Gyárfás a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke, de emellett az Offroad Szakág FIA komisjonjének is a vezetője, tehát gyakorlatilag az FIA részéről ebben a bajnokságban majdnem mindenért ő felel. Gyafi, megindult az idei világbajnokság, Abu Dhabi új pálya, tudom, hogy voltak nehézségek, hiszen a Racingzonban is beszéltünk róla. Hogy jöttél ide, mennyire vártad ezt? Sikerült azokat a nehézségeket, gondolok itt az ugratóra megoldani? Kezdjük talán ezzel. Látva már az első futamokat, én most már kicsit megnyugodtam. Megnyugodtam azért is, mert látom, hogy a pálya működik és jól működnek. Jól működnek azok az új elemek, amik miatt aggódtunk, és az ugrató, illetve a rázókő. És másrészt pedig egy érdekes versenyek és versenyeket láthatunk eddig is, nagy csatákat. Még előtte vagyunk a főversenynek, de most már kicsit nyugodtabban állok ez a hétvégéhez, úgyhogy nagy reményeim vannak. Szóba hoztad a rázókövet, láttunk rajta egy borulást, és ha jól tudom, Timur Timerzianov, az orosz versenyző, azért bírálta is kellően, és próbálta intézni, hogy ezt visszavegyétek, hiszen elmondásuk szerint ugye 35 cm rugóútja a hivatalosan ezeknek a versenyautóknak, ez pedig 30, ha jól emlékszem. Gondolom ez hidegen hagy benneteket, és lepattan a támogatás, vagy a probléma rólatok. Igen, egyébként 35 centi önmagában a legmagasabb pontja ennek a rázókőnek. Nagyon régóta az FIA-nak a Safety Bizottsága is régóta próbál kialakítani egy olyan rázókövet, amit a lehető legjobban fog tudni használni a versenyekhez. Én azt gondolom, hogy elég közel álljálunk a jó megoldáshoz. Ugye azt is figyelembe kell venni, hogy vannak pályák, ahol kifejezetten csak arra a hétvégére építik fel a rallycross pályát, tehát nem épített, mint például itt a Budabiban. És ezeken a pályákon korlátok vannak, hogy milyen rázóköveket és milyen kanyarokat tudunk létrehozni. És nagyon sok esetben eddig a rallycrossban falakat, gumifalakat építettünk. Ilyen volt például tavaly Barcelonában az első verseny, ahol lehetett látni, hogy a döntőben rögtön az első kanyarban két versenyzőnek majdnem vége lett a versenyének, mert a gumifalban és a gumikban nem lehet elfordulni és nem lehet hibázni. Az a cél ezekkel a rázókövekkel, vagy a rázóköveli önmagával, hogy le lehessen rakni szinte bármelyik pályán bárhol, és hát hogyha még van némi damage és kár az autón, hogyha azt valaki levágja, de mégis tudja folytatni a versenyt, vagy lelassítja őt, vagy fogja tudni folytatni. Mert hát ismerjük a rallycross versenyzőket és az autókat, ők átmennek egyenesen mindenhol, ha lehet.
Ezt is jó, hogy említetted, hiszen át tudok kötni arra, hogy láttunk már két olyan problémát is, amit én már tegnap felvetítettem, hogy abból, hogy a pálya sajátossága miatt a célba futásnál elengeditek a mezőnyt, nem a pályán befejezve a futamot. Sajnos most már két komoly sztori is volt, az egyiknek véges lett az eredménye, hiszen az egyik Hansen gyermek nem is tudja folytatni a versenyt. Ez hogy állsz, vagy te engedélyezted volna ezt? Tudom, hogy nincs erre nincs jogod beleszólni, hiszen ez versenyigazgatói döntés, de kíváncsi vagyok, hogy mint versenyző, hogy állsz hozzá. Önmagában féltünk ettől a leintési módtól, és mi hoztuk meg azt a döntést napokkal ezelőtt, hogy megengedjük a versenyzőket, hogy a leintést követően egyenesen menjenek tovább, és ne kanyarodjanak be. Ez már önmagában egy biztonsági jelen volt, biztonsági döntés volt. A pályahomologizáció során mi már láttuk ezt a kritikus pontot, de a rajt és a célvonalok meghatározása az is külön szabályok alapján zajlik, és nem nagyon tudtunk más megoldást. Itt a helyszínen már látva azt gondolom, hogy jövőre nem ott lesz a leintés, ahol most lesz, be is kell fordulni, de ezt most még talán egy kicsit korai elmondani, de így most a mostani szakmai döntések alapján látható, hogy ez itt nem jó és nem működik jól. Ettől függetlenül egyébként van másik ilyen pálya a versenysorozatban, ahol hasonlóképpen vannak leintve, nagyon-nagyon a tempóit. Igen, azért ott 160-170-nel érkeznek a célba. Megint csak a pálya különlegességére hadd kérdezzek rá, nincsen igazi murvás szakasz benne. Nem zavarja a versenyzőket? Nem nagyon hallom a problémákat belőle, de te hogy gondolod ezt? Miért engedélyezte a szakág? Ugye gumitaktika van nagyon, hogy a 12 gumi nagyon összi, hiszen csak aszfalton mennek. Erről mi a véleményed? Önmagában a dirt rész azért megvan itt is a pályán. Túl jó munkát végzett a helyi csapat. Tehát, hogy tényleg ennyit tudok erről mondani, hogy ha nincs jól előkészítve a pálya, akkor általában nyomvájus lesz, akkor általában az ellenkező probléma alakulhat ki. Itt ugye nem esik az eső. Egy nagyon komoly munkát végzett itt a csapat, hetekkel ezelőtt már a pályán, hónapokkal ezelőtt elkezdtek dolgozni és tömöríteni ezt a részt, és kemény lett ez a rész. De hát sose lehet jót csinálni, ha túl puha az a jó, ha túl kemény az a jó, az látszik egyébként, hogy csúszik, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy körbe egy aszfaltos pályán mennek, látványos a verseny, de az, hogy itt vagyunk a sivatag közepén és nem látunk homokot a pályán, azért ez egy kicsit tényleg furcsa. Azt látom az arcodon, és amiket elmondasz, abból is úgy tűnik, hogy nem lesz probléma azzal, hogy Abu Dhabiban folytatódjon a rallycross világbajnokságnak a története. Terveztek-e még egyébként ezen kívül új helyszíneket bevonzani? Nem, azért az idei év az elég nehéz volt, ráadásul azért is, mert 12 futamból 10 futamra csökkent a világbajnokság száma, és különleges, mert két új pályánk van most, még úgy is, hogy 12 futamból 10 futamra csökkent a bajnoki futamok száma. Ugye rögtön itt kezdünk, utána megyünk Spába, nagyon különleges hétvégére, ott is a pályának már az előkészületei folyamatban vannak, és most heteken belül lesz egy teszt rajta. Tényleg, bocsáss meg, hogy belekötök, tényleg igaz, hogy az Orruzson fel fognak menni? Az Orruzson fel fognak menni, és lefele pedig a vízen át fognak ugratni, folyón át fognak ugratni. Remélem hallottátok, hogy már így picit így mondtunk ilyen információkat. Tehát Orruzson föl, visszafordulnak egy balhattal, és lefele van egy útban van egy patak. Úgy van egy patak, amit átugrunk, és utána jobbra megyünk, és ott lesz két különböző joker. Érdekes a pálya, dolgoznak rajta régóta. Úgyhogy a kérdésedre visszatérve, ennél most több pályát nem kívánunk bevonni. Ez a kettő is nagy kihívás volt, mind az IMG, mind pedig az FIA részéről is. És azt gondoljuk, és most már a tárgyalások is elindultak, hogy a jövő évi Abu Dhabi futam mikor lesz. Talán azt próbáljuk egy kicsit előrébb hozni, figyelembe véve, hogy a versenyzőknek mikor érkezik vissza Cape Townból vagy Dél-Afrikából a versenyautó, és legyen idő az autót felkészíteni a következő évre. Tehát mi most már nem csak a következő évre gondolunk, hanem előrébb is, mert még azt is megosztanak, hogy a Ramadánra is figyelnünk kell, hogy 4 év múlva mikor lesz, úgyhogy ami mindig névben 10 nappal előrébb van, úgyhogy mi már ilyen távlatokban gondolkodunk. Egyetlen kérdés erejéig, most már láttad menni Krisztiánt, nyilván számunkra magyaroknak ugye nagyon fontos az, hogy ő végig szerepelni fog ezen a világbajnoki sorozaton, és végigkövetjük az ő hétvégéjét is. Mi a véleményed az eddigi teljesítményről, és tudom láthatatlanba, de hova várjuk? Nagyon várjuk előre, igen, és azt gondolom, hogy most itt a semifinal után megnyugodhatunk. Talán egy kicsit gyengébben kezdett, mint amit számítottunk, vagy mint ahova ő tudása nerválja őt, de látszik, hogy benne van az autóban a potenciál, benne van a küzdben is a potenciál, az első futamnál vagyunk, úgyhogy hajrá magyarok! Chris hatalmas küzdelemben bejutott a döntőbe, ahol nehéz helyről kellett rajt hozzáállnia, az idegörlő hajrában sajnos egy komolyabb hiba is becsúszott, de összességében remek teljesítmény, hogy a negyedik helyen tudott végezni, főleg úgy, hogy a nap végére aztán teljesen ki volt merülve.
Hogy van a derekad? Üljünk le. Gyere. Figyelj, akarsz beszélni a féktávról? Féktávról vagy a körszámlálásról? Elszámoltad, baszki? Ne, figyelj. Én meghaltam, a harmadik körbe halott voltam. A hátad? Nem a hátam. Az általánosságban. Ez nekem most sok volt. Leszakadt rólad? A stressz? Vagy mi? Nem a stressz, ez nekem most sok volt fizikailag. Fizikailag? Na figyelj, ugye... Így azonnal visszülni az autóba, ilyen hat kör után, ami az előbb is volt. Figyelj, nagyon rámenős voltál, kőkemény voltál. Hát ott a végén elszámoltad? Mert ugye negyedik leszel így, mert ki fogják előled hozni a magyar már kivégzett előtted, aki ott... Hát ha engem nem büntetnek nyel. Meg, ha engem nem büntetnek meg. Jó, én előbb jöttem vissza a pályára, vagy úgy próbáltam visszajönni, de... Igen, igen, de őt valószínűleg, de ő pozíciót nyert. Szóval akkor viszont négy. Hát majd meglátjuk. Azért figyelj, bőven benne volt a dobogó. Benne volt. Tehát az elődöntőben, azt képzeljétek el, az elődöntőt simán megnyerhettem volna. És nem spotter hiba volt, nem az én hibám volt, nem működött a rádió, érted? Nem működött a rádió? Nem működött a rádió. Te döntötted el, hogy mikor jössz ki a Jokerre? Én már azt hittem, hogy utolsó kör, mondom, én kimegyek a Jokerre, mert ki tudja, hogy hanyag. Baszki, emlékszel? Még mondtuk is, hogy hozzák már ki. Ezért mondom, tehát, hogy nem spotter hiba volt, ez egyszerűen... Hát, basszus, mindenhol benne van. Nem, de jó mentél, meg ugye azt tegyük hozzá, hogy a te autód az egyedül, amelyik nagyjából törés nélkül lehozta ezt. Egybe maradt, igen. Defekt nélkül megúsztam, nagy törés nélkül, jó, a lökhárítók azok nem, de hát az ugye itt kvázi előre lehet vele számolni. De azért láttam, hogy bármennyire is volt, hogy már mindenki figyel az ugratóra, azért lófasz nem figyelt rá senki, úgy pattintatok. Azért, mert most azért finomabb volt az érkezés. Picit jobbra ugrottam, hogy a gödör mellé érkezek, ne teribe a gödörbe. De akkor is eldobott. Így eldobta az elejét, és azt se tudtam, hova megyek, hogy merre dobja az autót, semmi. Vicces, ez nekem sok volt, én már közben imádkoztam, hogy legyen már vége, könyörgöm, legyen már vége. Elején jól alakult ott az első két kanyar, baszki, azért jó, ezek jó. Nem veszik el, tehát hogy jó, én se vettem most el, ott tartottam az autót, meg mit tudom én, de itt kiütik a kezemből a kormány, ott kiütik a kezemből a kormány. Érted, 5 méterre kimegy a pályáról a nagy kétszeres DTM bajnok, baszki, azt úgy jön vissza, hogy letol utána a másik oldalon, tehát igen, hogy lehet fönt. Ilyet csinálni? Ott fönt, igaz? A harmadik kanyarban. Hát nem, hát ő kiment a pályáról, jó, hogy kilökték, de pályán kívülről jött vissza úgy, hogy engem meg majdnem letol a másik oldalon, igen, pedig igen, ez egy széles Forma 1-es pálya. Mi ment át a fejeden akkor, amikor rájöttél, hogy ez még nem az utolsó kör? Há, mondom, baszki. Csak... Össze-vissza váltogattam, semmi, vicces, úgy szétestem. Be kell vallanom, ez most sok volt. De ugye egyrészt a meleg, meg az, hogy mindjárt a középdöntő után ültetek be az autóba. Ez mindig így lesz. Remélhetőleg mindig így lesz, de hát ez azt jelenti, hogy mindig ott vagyok a döntőben. Azért azt gondolom, hogy ezzel a döntőssel a tegnapi után főleg elégedett lehetek. Tegnap azért kicsit féltettünk, mert olyan voltam, mint a zselé. Egy kicsit én is féltettem magamat, de mit akartam mondani, hogy tehát aminek örülök, hogy a tempó megvan, kicsit stabilizálnom kell ezt a gyors tempót, picit okosodnunk kell az itt történt hibákból, aztán ja, azt gondolom, de hogy jó lesz. Most hogy ment a rádió, de középdöntőben meg nem? Fogalmam sincsen, nem tudom. Vagy a sok rászkódás, vagy a sok ütődés, vagy tényleg fogalmam sincs, hogy mitől. Gerincet hogy van? Hát azért az érkezésnél úgy megéreztem, hogy előtte beütöttem. Át fogják jövőre csinálni a pályát, az teljesen biztos már. Hát azt gondolom. Ja, szerintem amúgy egy marha jó a rendezvény. Tehát, hogyha itt megnézted ezt a final show-t, ezt a befutót, ezt a kurva jó hangulatom, amit itt kivilágítva az egész, tudod, azért ez egy patinás rendezvény, azt gondolom. Igen, azért várjuk meg a végeredményt, én azért tippelnék arra, hogy negyedik leszel, de igazából... Az a legbosszantóbb. Igen, ez a krumpli díj. Ennyire volt a dobogótól, érted? Tehát, hogy... Nem baj. Ja, de amúgy a többiek is estek keltek, tehát a Kevin Hansen hiányzott, vagy hibázott, a Grönholm hibázott, tehát mindenki, itt már mindenki. Nincsenek nyilván nem lebecsülve minket, vagy akárkit is. De azért azt gondolom, hogy egy Ekström, egy Kristofferson, egy Solberg, az felkészültebbek. És nyilván belejöttek. Nekem ez abszolút új volt. Aminek marhára örülök, hogy végig tudtam vinni, és itt voltam a döntőben. Ez azért úgy boldogsággal tölt el. Persze tudod, mikor megérzed a dobogó ízét, meg egy kicsit a győzelem ízét is, mert volt azért, hogy én voltam a leggyorsabb a pályán, és nagyon éreztem. De amikor légüres térbe mentél most a döntőbe, akkor mondtuk azt, hogy na most tud menni, mert most izé, és akkor bazd meg, várjál, Doren már volt kint Jokeren. Akkor kaptunk a fejünkhoz, vissza fog jönni elé. Nem baj, Krisz.
Nagyon büszkék vagyunk rád, jó, köszönöm. Ügyes volt a cimbora, tényleg, gratulálok. Tartsatok velem a szezon követ, vagy a további részében. Megyünk, megyünk. Lájkoljátok, tudod, kövess be, Szabó Krisz 23. Jó volt ez, baszki. Jó volt, ügyes vagy. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop.